Emberi sorsok Szibériától Szardíniáig, hadifogoly magyarok a nagy háborúban címmel nyílt kiállítás a Hódmezővásárhelyi emlékpontban. Margittai Gábor és Major Anita hiánypótló tárlata átélhetővé teszi azt a hihetetlen áldozatot, amelyet eleink hoztak. A rollapok, tablók, dokumentumok és tárgyak által személyes sorsok és történetek elevenednek meg, és a közönség betekintést nyer az első világháború fogolytáborainak mindennapjaiba. Nem előzmény nélküli ez a kiállításunk. Gyakorlatilag már több mint 10 eszendeje foglalkozunk a hadifogság témakörével. Először egy olyan hadifogoly történetre találtunk rá, amelyet elfelejtettünk. Ez a balkáni halálmarsnak a története. Ezt feldolgoztuk könyv, vándorkiállítás formájában, illetve film is született belőle. Azinárai történetről van szó, a szerbiai hadifogság során fogságba esett osztrák-magyar hadifoglyoknak a története, és a szardíniai szigetre jutásuk története volt. És úgy gondoltuk, miután a hadifogoly kiesett a közemlékezetből, hogy vissza kellene vinni valahogy a hadifoglyot az emberek beszédébe, a róla való gondolkodásba, hogy presztízse legyen ennek a szónak, hogy hadifogoly újra. Ebben segített egyébként Áder János köztársasági elnök úr, hiszen felkarolta ezt a témát, már Azinárán is emlékművet avatott a kutatásunk után, és most ennek a tágabb kitekintésű hadifogoly kiállításnak is elvállalta a fővédnökségét. A nagy háborúban hatalmasak voltak az osztrák-magyar monarchia veszteségei, és a hősi halottak mellett rengetegen estek hadifogságba. Mennyire elsikkadt a magyar hadifogoly, különösen az első világháborús magyar hadifogolynak a sorsa, és hogy ez miért megalapozott szerintünk, az összes nemzet, amely mozgósított az első világháborúban, közül az Antant részéről Oroszország vezeti a hadifoglyok tekintetében a sort 2,5 milliós hadifogoly tömeggel, és ugyanilyen létszámmal következik a központi hatalmak részéről az osztrák-magyar monarchia szinte fejfej mellett haladva Oroszországgal. Tehát azt gondolom, hogy 2,5 milliós fogolytömegről nem beszélünk 100 év után még mindig. A 2,5 milliós létszám még akkor is megdöbbentő, ha az adatok nem föltétlenül pontosak. Ráadásul a monarchia esetében az elesett, illetve fogságba került katonák nemzetiségét sem lehet minden esetben pontosan megállapítani. Igazán konkrét számokat nem lehet mondani, ilyen felhőszerűen szétterülő számokat, igen, el lehet mondani azt, hogy van egy olyan szám, amely 2,1 millió osztrák-magyar hadifogolyról számol be, csak Oroszország területén. Körülbelül 440 ezer osztrák-magyar katona esett hadifogságba az olasz fronton. 5-600 ezer volt magyar vagy magyarországi származású az orosz hadifogságban, és a 440 ezernek egy jóval nagyobb arányszámú része magyar, hiszen ott nagyobb arányban harcoltak magyarok. De pontosan, hogy az osztrák-magyar hadseregen belül ki volt magyar, vagy a magyarországiak közül ki volt román, vagy dél-magyarországi szerb, ezt nagyon nehéz ma már megállapítani. Egy konkrét példát mondjak, éppen szardíniai terepkutatásunk során találkoztunk egy hódmezővásárhelyi embernek, egy fiatal embernek a levelezésével, amelyet ott a szárd kutatók emeltek ki és mutattak meg nekünk, akinek a testvére pedig Szicílián volt hadifogó, és ők egymással is leveleztek, Szardínia és Szicília között. Egy Jankovics Ádám nevű hódmezővásárhelyi fiatal emberről van szó, hogy elképesztő ennek a szétterjedtsége, és ha meg a területi kiterjedtségét nézzük, ott is a számok elképesztőek. Talán Antarktisz az egyetlen földrész, ahol nem fordultak elő hadifogoly magyarok. Afganisztán, Mexikó, Latin-Amerikának a kies tájai, vagy éppen Sydney, Ausztrália, olyan helyeken fordultak elő magyar hadifoglyok, amelyekre az ember rémálmába sem gondolna, és hát ezek az emberek különösképpen nem, akik mondjuk alföldi parasztember létükre Afganisztán hegyei közé kerültek, és ott kellett megismernünk a fogolylétnek a keserves formáit. A kiállítás számos egyéni tragédiára mutat rá. Ez az egész kiállítás egyfelől a magyar hadifogság, első világháborús hadifogság általános léthelyzeteit mutatja be. Ha valaki hadifogságba került, ott már a fronton mi történt vele, amikor fegyvert szegeztek a homlokának, és rákiáltottak éppen szerbül, hogy dobja el a puskát. Mi történt akkor, amikor az unalommal kellett megküzdeniük a lágereken belül? Mi történt akkor, amikor járványok söpörtek végig ezeken a táborokon, és mondjuk minden ötödik katona egy-két hónapon belül meghalt? Mi történt akkor, amikor
Oroszországnak a legtávolabbi tájaira kellett elvonatozniuk hónapokon keresztül. Másfelől pedig az egyéni sorsokat tartjuk nagyon fontosnak, hogy rajtuk keresztül mutassuk be, hogy ha valaki Szibériába került, hogyan élhette túl, vagy éppen Szardíniára. Major Anita és Margittai Gábor elsősorban szorványkutatással, a külső magyarokkal foglalkoznak. A hadifogói kutatáshoz is mindenek előtt ebből a nézőpontból fogtak hozzá. Mi a Kárpát-medencei magyar szorvány kutatással foglalkozunk azokkal a közösségekkel, amelyek reménytelen módon vagy nagyon kis reménnyel a történelem és a létezés peremére kerültek. Olyan falvakkal, ahol mondjuk egyetlen egy magyar él például. De a történelemnek is valóban vannak ilyen területei, és a hadifogság története elválaszthatatlan Trianon történetétől, és a nagyháború története sajnálatos módon a magyar közemlékezetben a kettő élesen szétválik. Tehát ugye Trianon kapcsán szoktunk a kocsmában többek között asztalt püfölni, de nem gondolunk azokra az emberekre, az őseinkre, akik harcoltak és hősiesen a nagy háború végén a határainkon kívülállomásoztak. Tehát nem mondhatjuk, hogy olyan értelemben elvesztették ezt a háborút, ahogy ma ezt tartani szokás. A hadifoglyokról végképp nem. Tehát róluk ugye már 1918 után megfeledkeztek, és nagyon sokuk életük végéig kint ragadt. Ezek között, a kint ragadtak között előfordultak bizony olyan, ezeket természetesen forráskritikával kell olvasni, de a keleti magyarságnak a töredékétől kezdve valóban 48-49-ben állítólagosan elhurcolt magyar katonákig, az azonban egészen biztos, hogy a második világháborús magyar honvédek találkoztak olyan idős emberekkel, akik az első világháború során kerültek hadifogságba Oroszországba, és soha nem kerültek haza. Gyóni Géza Levelek a Kálváriáról című versének sorát, miszerint a hadifogói nem hős halott, csak szürke rab, Major Anita és Margittai Gábor tárlata a visszájára fordítja. A hadifogói nem szürke rab, de ő is hős halott. A hadifogói táborokban azonban nem hősökként, és igen sokszor még csak nem is emberekként bántak a lefegyverzett, kiszolgáltatott ellenséggel. A brüsszeli konvenció szerint, egy 19. század végi egyezmény szerint a hadifogoly az törvényes lefegyverzett ellenség. És minden tiszteletet meg kell adni neki, hiszen a legtöbbet adta, ami adható, sokszor az életét, a hazáért. Tehát a hazáért védte a háború során, így esett fogságba. Ehhez képest a század elején formálódó genfi és hágai egyezmények ugye nagyon szigorúan megszabták, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni a hadifoglyokkal, ehhez képest minden máshogyan történt, és nagyon fontos tartjuk azt kiemelni, hogy a mi kiállításunk megmutatja a magyarországi visszaéléseket is, hiszen mondjuk a Vasmegyei Ostfiasszonyfa az egyik legnagyobb és legkegyetlenebb tábor volt az osztrák-magyar monarchia területén, sőt, hát a magyar királyság területén voltak igazán nagy táborok, ahol bizony oroszok, románok, olaszok szenvedtek, és nagyon sokan meghaltak közül. Tehát ez nem a politikai korrektségre való törekvés, mert vannak olyan sajnos olyan körök, amelyek akár számon is kérik a mi kiállításunkon a politikai korrektséget, és ez egy nagyon, nagyon rossz tévút, és a trianoni centenárium előszobájába érve úgy véljük, hogy ez egy nagyon komoly emlékezetpolitikai veszély is, hogyha ilyen szemszögből vizsgáljuk, vagy nem vizsgáljuk a nagyháború hadifoglyainak kérdését. Ezek a hadifogolytáborok természetesen nem feltétlenül megsemmisítő táborok voltak, tudatos megsemmisítő táborok, de mivel nem volt egyetlen egy nemzet sem felkészülve ekkora tömegek befogadására, ellátására, infrastruktúrájának a megoldására, gondoljunk bele, hogy 10 000 kerültek be egy ilyen táborba, élelmezni kellett őket, egészségügyi ellátásba kellett volna őket részesíteni, foglalkoztatni kellett volna őket. Ez megoldhatatlan volt eleve, de sokszor azt tapasztaltuk a kutatásaink során, hogy a kisebbségi, nemzetiségi problémák azok a táborokon belül is már kitapinthatók voltak, kikisrályosodtak. Például egészen bizonyos, hogy a hadifogoly táborokba került osztrák-magyar és egyéb központi hatalmakhoz tartozó hadifoglyok közül a magyaroknak volt a legrosszabb sorsuk. Az emberi sorsok Szibériától Szardíniáig, hadifogói magyarok a nagyháborúban című kiállítás megnyitóján az érdeklődőket Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. A tárlatot dr. Miklós Péter történész, az Emlékpont intézményvezetője, a Tornyai János Múzeum igazgatója adta át. Végül Major Anita mutatta be az érdeklődőknek. A kiállítás, amelynek fővédnöke dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, 4 héten keresztül tekinthető meg az Emlékpontban, Hódmezővásárhelyen.